üdvözlünk minden kedves nézőt. Hú, ez a közönség ováció azért elég hangos. Durva, hogy még mindig ennyi energia van bennük, ahogy bennünk is. No, hát vissza is tértünk ennek a remek kis BO5-ös széria utolsó mérkőzésére. Amire, hogyha én őszinte akarok lenni, akkor nem gondoltam volna a második mérkőzés után, hogy még vissza fogunk jönni egy ötödik mérkőzésre, de az visszajöttünk, úgyhogy újra itt vagyunk. Én Livius vagyok, ő pedig Edi. Mi kezdtük el, mi fejezzük be? Szervusz Livius, üdvözlöm a kedves nézőket, az éjjeli baglyokat, vagy nevezhetném inkább galambokat. Őket jelen pillanatban, igen. 2-2, és a Klavdán csapata megcsinálta félig a csodát, ugye fordítani tudtak. Pedig ezt inkább a TSM csapata szokta megtenni. Viszont most ugye a lehetőség számukra is itt van. Egy mérkőzés, ezen múlik minden. Aha. A döntő. A döntő. A döntő döntője. A mindent eldöntő döntője. Jó, nem mondom ki többször ezt a szót. Mit, hogy döntő? Nem. Figyelj, tudod mi az, amit még hiányoltam így a kezdésből? Az, hogy a TSM csapata ilyen öt seprűvel a galambot is zavarja ki a stúdió, mert amióta a galamb feltűnt, a Cloud9 is feltűnt a mérkőzésen hirtelen. Szerintem meg amióta Buci és Tana beült, akkor ugye elindult a Cloud9 csapatának a diadalmenete, vagy hát a feléledése, ugyanezt láthattuk még a délután folyamán a Unicorns of Love G2 mérkőzésen, mert akkor is, amikor ők ültek be, akkor tudott nyerni a Unicorns of Love. És igen? Akkor is 2-0-ás hátrányból. De most újra mi vagyunk, és amikor először mi voltunk, akkor a TSM nagyon csúnyan megverte a Cloud9-t. Szóval, hogyha erre építünk, akkor ne építsünk erre. Ne mondjunk semmit, hiszen nem mondhatunk. A Cloud9 gyönyörű szép comeback-et vitt véghez, én úgy gondolom. A közönség úgy gondolja, hogy TSM, de akkor sem vehetik el a Cloud9-tól ezt az érdemet. Gyönyörű szép volt, amit csináltak, remek játékokat hoztak, és az utolsó mérkőzésen a TSM-en megmutatkoztak a fáradtság jelei. Igen, lehet egyébként, hogy 2-0 után egy kicsit lazábbra vették a figurát, viszont én úgy gondolom, hogy ez sokkal-sokkal jobb így, mint hogy mondjuk adott esetben 3-0 lett volna. Ezután én bármi lesz is a vége, jó szájízzel fogok hazamenni és lefeküdni a kis ágyikomba, és úgy gondolom, hogy mind a két csapat kitett magáért. Szerintem, hogyha a TSM most nyer, akkor a TSM szurkolók is jobban fognak ennek örülni, mint igen, hogyha 3-0 lenne. Abszolút. A Cloud9 szurkolókat... Hát... Ők nyilván jobban örülnek, hogyha a Cloud9 ezt most megnyerni innentől kezdve. Amit mondasz, abban teljesen igazad van, ezt most akárki nyeri meg, megérdemelten fogják megnyerni. Kérdés, hogy a TSM mennyire vette komolyan például a harmadik mérkőzést, amikor ugye 2-0 volt, vagy hogy gondolták ezt az egészet. Nagyon kíváncsi vagyok, mert igazából egy tavaszi szezon rájátszásnak a döntőjéhez igenis tessék 5 meccset játszani. Igen, és kész! Pedig... A tét pedig ugye nem kicsi, ez ugyan még nem jelent automatikus kvalifikációt. Bonyolult szó. Ki tudom mondani, hogy háromszor egymás után? Nem is akarom. Nekem sem menne. Viszont az biztos, hogy ugye 90 pontért megy ez a játék, illetve hát az első hely, meg hát a dicsőségért, ami hát nem egy kis dolog. Hogy fél évig ugye elmondhatod magadról, hogy te vagy Észak-Amerika királya. Ó, ez egy ilyen új ilyen title lehetne. Nagyon jól hangzik egyébként. De az biztos, hogy nagyon-nagyon-nagyon nagy eredmény az, aki ugye a tavaszi szezont megnyeri, még ha ez nem is jelent kvalifikációt nem. A nyári, illetve a bajnokságra, tehát a világbajnokságra, hiszen az a nyári győzelem. De ettől függetlenül onnantól kezdve a pontozási verseny élére ugrasz, és hát azért az már egy nagyon jó kezdés. Bár ki tudja, láttunk már olyat is, hogy valaki hetedik helyen végzett, és úgy jutott ki a VB-re, véletlenül sem mondanám, hogy ez pont a Cloud9 volt. Egyébként igaz, az még egy másik Cloud9. Azt hiszem, hogy csak Sneaky volt itt a mostani felállásból. Na most már aztán jól kitapasztalták egymást a csapatot, egymás erejét és gyengéjét. A választási és tiltási fázisban úgy gondolom, hogy eléggé célzott tiltások fognak érkezni, és hát kérdéses, hogy ki mit hoz? Lesz-e meglepetés választásunk? És ha jól láttam, Impact érkezett. Újra. Impact újra, mert igen, eddig ugye a sor mint az volt, hogy Ray Impact, tehát egyet-egyet veszítettek, és nyertek is mind a ketten. Most lehet, hogy megtörik ezt a szériát. Az ugye már más kérdés, hogy ettől függetlenül a győzelmi szériájuk, az megtörik-e. Viszont én, ahogy nézem az órát, egy percen belül, vagy hát most már egy óra van, így gondolom, azért ha 18-as karikát nem is kell kitenni, de eleget tennék bizonyos... követelményeknek, mert aki fogad és veszít, az vágjon hozzá egyrészt jó képet, másrészt pedig állja a fogadást, úgyhogy Buci,
te vagy a legjobb pasi a világon. És az a baj, hogy ezzel szerintem mindenki egyetért veled, legalábbis a stúdióban, úgyhogy Buci, nagyon szeretünk, remélem, hogy ezt még pont látták a nézők. Egyébként meg a fogadás szabály úgy van, hogy a fogadás után mondod el, hogy ezt a fogadásból csináltad, szóval egy kicsit felbújtottad a rendszer. Teljesen mindegy. De a választási és tiltási fázis is pont megmentett attól, hogy kivesézzünk, szóval hajrádi! Hát ne is vesézzetek ki. A Cloud9 csapata kezdte a tiltási fázist, rögtön elvettek egy Rumbled Hauntzertől, majd egy Ash-t, és ugye egy Ivent is az alsó ösvényről, illetve a dzsungelből. Erre a TSM csapata két dzsungelessel, illetve egy középső ösvényessel válaszolt, nevezetesen LeBlanc-kal, Graves-zel és Rengárral. Ray pedig nem fogja beválasztani ezt a Riven. Hogy én vak vagyok. De ez ugyanígy kezdődött az első mérkőzés. Az első mérkőzés. Mintha ott ülnénk megint. Hát nem hiszem el. Ha nem is ott, de itt ülünk. Jogos. A helyünk nem változott, csak sok idő telt el azóta. Rivennel indult, Luluval folytatódott, Ray egyébként a felső ösvényen, úgy tűnik, hogy szemüveget kell vennem, na ez már nem a papírforma. Hauntzer azonnal lecsapott Syndrára, Svenskeren pedig hozhat egy Lee Sin-t. Lee Sin, Svenskeren. Svenskeren, Lee Sin. Igen, egyébként eddig a szériában elmondható meg, hát úgy általában nagyrészt, javarészt, te jó Isten, javarészt az alapszakaszban is elmondható volt, hogy azért a szindrák működnek, általában ültek is, ebben a szériában is, ha emlékezetem nem csal, szindrával csak nyertek. Most erre nem merek fogadni. Szerintem kétszer lett elhozva, és mind a kettőn az a csapat nyert. Nem is ez a lényeg, az biztos, hogy egy nagyon erős középső ösvényes. Aha. Aki ellen mondjuk el lehet hozni akár egy Echo-t is. De ezt már láttuk ma? Igen. Ezt már láttuk ma, és ott Syndra csúnyán vert, igaz. Azt hiszem, hogy Jensennek most van mit javítani azon az Echo játékon. Tehát biztos vagyok benne, hogy most az alaptámadás nem fog bemenni a végén, hanem ő akkor is időtörni fog helyette. Ugye beszélgettük is a szünetben, hogy lehet, hogy Jensen rászóltak, hogy figyelj, szedd össze magad, mert azért ezek nagyon nagy fejlek voltak, hogy kettő időtörést nem használtál el. Úgyhogy azóta egyébként Jensen kalapemelő se játszik, tehát tényleg. Na igen, lehet, játszik. Hogy kapott egy tockost a nyakára 2-0 után, mert azóta... Kivált, és... Mit csinál, motivált, oda megy, és mindenki jó nyakon vágnak, hogy srácok, csináljátok már valamit. Hát figyelj, a kedvenc futszál edzőm, nevezetesen Hafner György szokta mondani, nem hittem, hogy tényleg bevállalod. Adott esetben nehéz helyzetben van, annyit mond, bekiabál a pályára, állj fel és csináld meg. Lehet egyébként, hogy Jensen is egy hasonló buzdítást kapott. Edi, ezért egyszer még állni fogom a sörödet, hogy ezt tényleg behozta. Tehát oké, hogy szünetben ezt megbeszéltük, hogy ezt bemondod, de most ez egy nagyon-nagyon-nagyon tökös húzás volt, úgyhogy büszke vagyok rá, hogy te vagy az elemző kollégám. Hát legalább ezért. Jaj, hát több szempontból is büszke vagyok, de a választási és tiltási fázisból lemaradunk, hogyha ezt felsorolom, meg lehet a mérkőzésről is. Szóval, sem tiltás, illetve karma és fizz. Kettő felsősvényes tiltás a TSM oldaláról. Úgy gondolom, hogy Raynek nem akarják még egyszer odaadni fizzt. Az biztos is. Illetve hát ugye Sen is egy elég észszerű tiltás, úgy gondolom, főleg azután, hogy ugye már látható a felső ösvényes. A Cloud9 csapata pedig egy karmát és egy Caitlyn-t tiltott. Ja, hogy a TSM, aha, igen. A TSM ugye az első választással élve elhozza azt a várost, nem szeretnék átadni a Cloud9 csapatának, így viszont akár még lehetőséget is adnak egy újabb Lucian elhozatalra, vagy akár egy Ezreal-re. A Lucian-nak valahogy nem... Oh. Na, sneaky, sneaky! Twitch? Nagyon-nagyon-nagyon tetszene, hogyha a döntőbe sneaky most bevállalná azt a Twitch-et. Én esküszöm, akkor... Ne, inkább nem is mondok semmit, de... Na. Twitch és Lulu együtt eléggé undorító páros, de nem? Még nem került választásra. Nem, de... Nem szeretem a Cloud Knight ebből a szempontból, hogy már másodjára bételnek be ezzel. Én egyébként úgy gondolom, hogy még oké, okay, hogy Lulu, de szerintem Lucian-nel sem lesznek nagyobb problémák. Jó, de sneaky Twitch, érted? Persze. Mint Madlife Trash, tehát hogy így látni akarja ezen. Jó, persze Lucian-nel is remekül játszik sneaky, és egyébként erről is beszélgettünk az első mérkőzésen. Ott is Lucian ez a sneaky, ha jól emlékszem. Ott volt ez a csúnya első gyilkosság Whitehurtnél Caitlynnel, nem véletlenül ékesíti a tiltólistát. Viszont... Na, Kled! Jó, oké, oké, nem szóltam semmit. A Kled az okés. Igen, nem egyszer választotta már ezt a hőst Ray az alapszakasz folyamán sem. Illetve hát ugye megint, hogyha arról beszélünk, hogy másfajta taktikát sejtett Raynek a szerepeltetése, és egyébként Ray nem Impact mégsem, akkor megint csak ugye meg kell említenünk a váltott ösvénytolást, amit egy Kleddel nagyon jól lehet művelni. Na mi az Isten van itt? Na mi érkezik Biofrosthoz? Wow!
Oké, azt hiszem a TSM és a Cloud9 most tényleg borították a kártyákat, és mindent kidobtak arra bizonyos asztalra. Hauncer kezék között viszont ott van Kemil, amit ugye még Zimi mondott, hogy érdemes a tiltó listára helyezni. Egyébként Kleddel szemben szerintem Kleddnek van esélye megfogni Kemilt a felső ösvényen. Főleg ugye, hogy láthattuk például tegnap is, hogy milyen idegesítő is tud lenni, amikor Skarl egyszer csak visszaérkezik az idézők szurdokába, és hirtelen fél életerőn találja magát az a Kled. Igen, az a gonosz dög. Gonosz ugye dög, ajjaj. Nagyon sokszor a legrosszabb időpontban távozik, viszont nagyon sokszor nagyon jó időpontban jön vissza. Lehet, hogy egy ilyen óriás galamb amúgy. És azért választották be a Cloud9. Szerintem a Cloud9-nek jövőre ilyen galamb lesz a díszállat, ha most nyernek. Nem tudom, de el lehetne gondolkozni egy ilyen Kled hős kinézeten. Oh, galamb Kled. De jó, ez nagyon tetszik. De mondjuk ez egy elég vékony kis galamb volt, aki meglátogatott minket, szóval nem biztos, hogy ez elbírná Kledet, bár nem, ki tudja. Hát nem egy nagy darab, az mondjuk egy Gragasszal nyilván nehezebb helyzetben lennének. Olyan hős kinézet, ahol Gragas ül Klednek a Skarját. Lehetne egyébként egy ilyet csinálni. No! Jaj, de szépen elrontottuk a hülyeségünkkel ezt az utolsó csapatfelvezetést. Jó, de hát érted. Nekünk is a döntőnk van azért, valami nekünk is kijár, hogyha tanáék kapták a galambot, akkor mi is hagy használjuk már valahogy fel. A közönség pedig, ha jól hallom, nem túl részrehajlók. Szerintem abszolút objektíven tekintenek a mérkőzésre, és nem döntötték el, hogy kinek szurkolnak. Nem, egyáltalán nem. Game 5. Olyan érzésem, mint ez ilyen boxmeccs előtt, tudod, hogy felmutatják, hogy a mindent eldöntő. Szóval, hölgyeim és uraim, az észak-amerikai tavaszi szezonnak a döntőjének, a döntő meccséhez érkeztünk, a BO5-ös széria utolsó meccséhez, ahol a Cloud9 és a TSM végleg egymás torkának eshetnek. És reméljük, hogy egy méltó és nagyon izgalmas mérkőzés mutatnak nekünk. Na, jó. Na. Okay, jó. Lehet, hogy van ilyen, itt mutatnak ilyen táblát nekik, hogy akkor most a TSM-esek, most jöhetnek a Cloud9-osok, és akkor így nehogy egymást kelljen átkiabálni. Mert egyébként meglepően nagy a csönd, tehát mindig csak az egyik oldalt hallom. Na. Hát mondjuk olyan szurkoló vezérük nincs, mint mondjuk láthattuk Európában, például a Unicorns of Love-nál. De igen. Ez mondjuk mindenképpen hiányzik Amerikában, én úgy gondolom. Mondjuk, nem tudom. Megmondom őszintén, hogy élőben amerikai drukkereket nem nagyon láttam, vagy nem, jó, hát Knaxot, de hát... No, szóval a minionok is megérkeztek az idézők szurdokába, mi is visszaszellemültünk az idézők szurdokába szintén, a játékosok is itt vannak, most már csak a buli elkezdődésére várunk, és Tökéletes! Ez nagyon szép. Tehát ez tényleg, ez egy olyan kis fricska még a végére, amit én nagyon átélek. Ez gyönyörű. Hát tudod, Eddie nem szavaztak a TSM szurkolók, meg mindenki más. Aha, értem. Trükkös vagy? Trükkös. A TSM meg Double Lift szurkolók. És úgy mindenki más. Tehát azért ezt jó, valahogy persze, össze kell rakni. De hát Double Lift is most valószínűleg majd TSM-es lesz megint. Igen, egyébként erre még nem került pont az íre, hogy ott most akkor mi lesz, meg hogy lesz. Mert ugye többször is beszélgettünk arról, hogy valószínűleg pados verzió lesz, de Whitehurtle szerintem nem akar egy ilyen teljesítmény után a kispadra ülni. Jó pár csapat szívesen látná köreiben. Igen, illetve hát ugye az első két mérkőzés után szerintem még akár a TSM is szívesen látná. Az mondjuk egy más dolog, hogy a harmadik és a negyedik mérkőzésen túl sok maradandót ő sem tudott alkotni, miközben a felső ösvényen láthatjuk már a korai pofoszkodást is, ez azonban merőben más, mint amit mondjuk egy Nautilus Maokai párharcnál figyelhetünk meg. Hauncer jó adagsebzést megkapott Raytől. Igen, és a szintjét is elépte meg, a level 2 egyértelműen Ray támogatta, és a medvecsapda is segített egy kicsit rajta. Van egy olyan érzésem, hogy most Contact nem fog meghalni az 5. perc előtt. Mint legutóbb. Ez majd még a jövő zenéje, annyi biztos, hogy... Rajta ütés? Igen, kettős rajta bizony, reindul, falhorogol, menekül a Hauncer, de remekül megy utána a villanás, tökéletes, és ott az első gyilkosság! Meghalni! Ki kell mondanom, hogy Contact meghal az 5. perc előtt, és elhozza a First Bloodot. Lehet, hogy nekem fordítva működik ez a kis trükk, ami nálad van, hogy te mondasz, hogy akkor csapatharc. Emlékszel? Nem, én mondok valamit, és annak az ellenkezője történik meg. Bóci pedig nyomja a fekvő támaszokat. A világ legjobb pasi a 100%-ig szabályos fekvő támaszokat tud nyomni itt nekünk. Hányat kell csinálnod, Bóci? 10 halál, aha.
Ja, hogy Kled asszisztonként 10-et, hát akkor reméljük, hogy Hauenszed nagyon aktív lesz. A visszajátszásban pedig látható, ahogy ugye mind a vörös, mind pedig a kék erősítéssel megáldott Kontrex beugrik, még el is villan azért a gyilkosságért, ezzel szemben viszont, vagy emellett viszont például Rének ezt nem kellett elhasználnia, így előnyben lehet a felső ösvényen, nem csak azért, mert ugye már támogatással is rendelkezik, na meg kettő darán pengéjével, hanem a villanás előnyét is kihasználhatja az elkövetkezendő percekben. Tudod, mi jutott eszembe, Edi? Hogyha Buci sok ilyen fogadást köt, hogy fekvőtámaszokat csinál, akkor úgy kérdez Gyurva, hogy félbe fogunk bejönni a stúdió, vagy meg sem merünk majd szólálni, mert Buci fog itt mindenkit szétszedni. Lehet, hogy nekünk is kéne ilyen fogadásokat tartanunk. Hát, vagy mondjuk első körbe lefogynunk. Hát, ezt már kezdjük megszokni amúgy, nem? Tehát egy ilyen pirszes. Gonosz, az viszont biztos, hogy Whitertőrre elég sok mindent áldozott a Cloud9 csapata, nevezetesen Smoothie a villanását és az égetését is elhasználta, ám az életét nem lehetett leredukálni nullára Whitertőrnek, annyira nem, hogy még a gyógyítását sem kellett elhasználnia. És egyszerre annak, hogy az első gyilkosság a felső ösvényen született meg, mégis Hauenszed az, aki tolja az ösvényt. Jensen, az nagy volt, villanás, halál. Oké. Jensen ugyanazt játssza, mint az előbb. Bjergsennek egyetlen egy gyengék szétszórása... Gyengék szétszórására volt manája, és az elég volt arra, hogy befejezze Jensent. Igen, a visszajátszásban ezt tökéletesen meg is nézhetjük, ahogy érzem, mert tényleg rendesen mana hiány van, viszont ő nincs egyedül, ott van mellette Svenskeren, és ahogy már te is említetted, a gyengék szétszórása tökéletes volt arra, hogy be lehessen fejezni középső ösvényes ellenlábasát. Svenskeren pedig ugye még érkezett ott egy őrszemre, biztos, ami biztos alapon. Hopp! Falhorog? Nem. Ledarrébb ugrik. Milyen érdekes egyébként, hogy Hauenszed egyszer tönkreverte mind a két felső ösvényesét a Cloud9-nak, aztán mind a két felső ösvényes tönkreverte Hauenszedet a következő két mérkőzésen. Ray kapta meg az utolsó szerepet. Azt gondolom, hogy a Cloud9 nem is taktikailag építi ezt föl, hanem mindenkinek lehetőség. Igen, lehet, igen. És azért ez ugye olyan szempontból is szép, hogy Impact a múlt, illetve hát még azért szerintem kijelenthető, hogy a jelen, Ray viszont egyértelműen a jövő. Igen. És az is lehet egyébként, hogy például a nyári alapszakaszban már inkább Ray lesz az, aki több lehetőséghez fog jutni. Meg lennék lepve, hogyha Ray már... Azt mondtam, lehet. Igen, de engem akkor is meglepne, hogyha így lesz, hogyha Ray kapna több lehetőséget. Szerintem marad ez a 50-50 dolog. Tehát Ray több lehetőséget fog kapni, de nem többet, mint Impact. Jó. Én inkább így tudom elképzelni. Hopp, közön medve csapda. Gyere ide, Hauenszed! Szép a kábítás. De már van időtörés, ne felejtsük el. Azért egy halál ekónál még nem olyan vészes. Ha még egyszer el tudják kapni Jensent, és az Bjergsen kapja a gyilkosságot, na akkor van baj. Igen, ott sem igazándiból az ekó halál az, ami túlságosan számottevő lenne, sokkal inkább az, hogy Bjergsent két gyilkossággal már nehezen tudnák megállítani. Aki így is már rendelkezik az utolsó fejezettel, és még egy kis varázs sebzésre szertett a kis könyv által. Valószínűsíthetően majd Morellon Omikont fog megvásárolni magának első tárgyként. Ezzel szemben viszont Jensennek a tárgy választását még ugye nem láthatjuk. Ő Doran gyűrűje mellé egy fekete pecsét gyűrűt vásárolt meg mindösszesen. Na és egyébként, hogyha már a tárgyakról beszélünk, akkor az alsó ösvényen is többé-kevésbé ugyanazok a tárgy választások lehetnek. Annyi szépséghibát leszámítva, hogy Whitertőnél már készen van a Bilgewater-i szabja. Ó, az nem lesz elég, de hogy is nem, mert megjött Sneaky, Bjergsennek villannia kell, jön Kled, Ray előre TSM, Bjergsen haláláig, bizony, micsoda játék a Cloud9-tól. És az a medve csapda? Az a medve csapda, most egy Syndrát talált, Jensennek most nem múlt sokan, én most kicsit már aggódtam Jensen miatt, de most megtalálta az erbetűt, és szerintem szétütötte, hogy időtörés, gyorsan, meg is maradt. Jensen viszont nem. Igen, így gyilkosság tekintetében 2-1-re tud vezetni a Cloud9 csapata. A visszajátszásból pedig megláthatjuk, hogy mennyi mindent áldozott ezért be a Cloud9, hogy a Sneaky is megérkezett, majd ott látható az a csapda, amivel visszarántja Bjergsent, és hiába üti Ray-t a Tier 2-es torony, ő azért a kalapácsának segítségével már bírja ezt a sebzést. Ideig, óráig legalábbis. No, hát Edi, azt kell, hogy mondjam, hogy ez nagyon nem ugyanaz a mérkőzés, amit mi itt először itt leültünk és vártunk. Ez az a mérkőzés, amit talán először vártunk volna. Nem? Tehát mi azért igen, úgy ültünk le ide, hogy azért ez egy 3-2, és nagyon durva, hogy mennyire igazunk lett.
acár annak, hogy amikor még fenn voltunk ugye szüneten, akkor azt néztük, hogy lesz-e még harmadik mérkőzés, és hogy vissza kell jönnünk, és vissza kell. És én egyébként nagyon örülök, hogy vissza kellett. Több okból is, egyrészt, mert sokkal izgalmasabb lett ez a BO5 széria, másrészt pedig, ezt most egy kicsit félreértettem, nem teljesen értettem, mit akarsz kifejezni ezzel a mozdulattal. Csak nem akartam megvárni, hogy mit mondasz. Ja, értem. Hát akkor nem mondom. Akkor nem mondom el. Jó. Jó. De akkor te beszélsz. Az alsó ösvényen azt figyelhetjük meg, ahogy Sneaky elviszi a maga Minion sávját, ezzel pedig minimális előnyre tesz szert Whitertől leszembe, aki viszont a sárkány ódujában tevékenykedik, és bár az óceán sárkány talán nem a legkecsegtetőbb célpont egyik csapat számára sem, adott esetben mondjuk egy jó alsó ösvényen való rajtaütés után, akár ezt a TSM csapata is elhozhatja, de ha tudjuk, hogy van olyan dzsungeles, aki szólóban is meg tudja szerezni ezt az erősítést, akkor az mondjuk inkább a Cloud9 oldalán, Kha'Zix. Micsoda bulis felső ösvényünk van egyébként, állandóan püfölik egymást Hauncel és Ray. Ilyenekszem pedig megkapta a kék gólem erősítést, innentől onthatja ki magából a sebzést, ahogy csak tudja. Májtörtelék pedig be vannak szorítva a torony alá. Igen, viszont tudod, hogy ki nem fog még kapni egy jó ideig kék erősítést? Jensen? Mert hogy Svenskeren eltulajdonította az ellenfél dzsungeléből ezt az erősítést, a romláslánca pedig nem talál Whitertől Smoothie-ra. Hát ez finoman fogalmazta, ez nagyon csúnyán mellé ment most. Smoothie-nak a közelében sem volt a romláslánca, mindegy, most végső képesség nincs a TSM lövészénél. Biofrost pedig egy örszemen táncol. Na mi van? Az alsó ösvényen pedig folytatódik a pofoszkodás, a Warwick Burton végül nem találja el Sneakyt. A jelzőknek köszönhetően viszont az átütő nyíleszű azért jó nagy sebzés kioszott volna rá Svenskeren, pedig találkozhat Ray-jel. Oh-oh, itt van Hauncel, van ne felejtsük el, hogy van Hextech ultimátum, előre, nézd, pont nem néri el a toboszt, nézd, megjön Contrax, Hauncel kapja a sebzést, Svenskeren üti Ray-t, Svenskeren nem tudja befejezni Ray-t, nem jött vissza Skarl, ott van az abolátlan erő, Contraxnek vége van, a TSM remekül játszotta ezt meg, és Jensen le volt maradva. Björksen sokkal hamarabb ért ide, igaz, az ő oldalán volt a csata. Igen, abszolút mértékben, és majd a visszajátszásban nagyon meg kell dicsérnem Hauncert, aki nem véletlenül nem használta ki a Hextech ultimátumát, hanem kivált egészen addig, ameddig ugye Ray nem használta el saját végső képességét, hogy ugye ezt megszakíthassa. De ugye most láthatjuk ezt is, Ray eléggé mélyre merészkedett, és itt, amikor elindulna, mennyi akkor múlik? Bizony ott hagyja a Hauncer. Jönne Contrax azért, hogy segítsen, viszont Ray-t, vagy Ray-ről nem lehet levakarni Svenskerent. Az abolátlan erő pedig ugyan még nem adott elég sebzést Björzennek arra, hogy Contraxot be lehessen fejezni. Viszont egyrészt ugye nem volt egyedül, másrészt pedig amúgy is nagyon alacsony életerőn maradt. Na jól láttam, dzsungelese. Végül nem volt lemaradva egyébként Jensen, csak Björzen gyorsított. És azért nem érte utol, ott volt az időbandit, hogy lassítsa, Björksen gyorsított, és így még pont időben ért ide, Jensen pedig már pont nem. Ez egyébként egy eléggé jól kiszámolt dolog lehetett. Igen, és hiába van, hogy a Jensennek teleportja, itt nem tudta ezt kihasználni. Hát nem, meg azért eléggé kicsi volt a távolság is talán azért a teleporthoz, és őrszem se nagyon volt a közelben. Nem, én még alapvetően a hármas nádasnál gondoltam, hogy még, ha ott használta volna. Igen, lehet, de ott már... Hát, mindegy. Amit megtörtént, megtörtént. Én Ray-t egy kicsit sajnáltam, hogy pont a toboz előtt kapták el, és nem tudott így kijutni. Azzal azért lehetett volna rá némi reménye. Legalábbis egy hosszabb életig, ami hosszabb, tehát hogy tovább éljen, mert ugye nem tud kijutni úgysem a Hextech ultimátumból, de talán tovább élhetett volna, ami megjön Contrax. És úgy tűnik egyébként, hogy kék erősítése megint nem lesz Jensennek, mert amint éled, a Cloud9 északi dzsungelében a kék gólem Svenskeren és Björzen már ott is vannak. És már bizony Björzent ékesíti ez az erősítés. Hát Jensennek el kell köszönni ettől az erősítéstől erre. Hát nem sok kéket látott eddig a mérkőzésen. Dehogy nem. Az egész csapatot. Nagyjából ennyit. Jó, meg persze Björzenen látta, igen, de ő nem nagyon kapta meg. Contrax kezdeményezett Whitertől. Az a gyilkosság nem lesz meg.
Nem, főleg úgy, hogy ugye Whitehurst még villanással, gyógyítással és a romlás láncával is rendelkezett kezdeményezésnek. Azonban jó volt még akár arra is, hogy ugye haza lehessen küldeni Whitehurst-t, bár ő ezt nem tette meg, mert ott van mellette Biofrost, aki bőven vissza tudja gyógyítani már az életerejét, meg hát amúgy is Whitehurst tud magán segíteni köszönhetően a letaszított király kardjának. Jön a romláslánc és a Bullrake Burton Smoothie-t felrobbantják. Hát ő most szerintem tökéletesen megérezte a harapófogó taktikának a lényegét, amikor négy oldalról négyen vesznek körbe. Smoothie pedig halálával ékesíti TSM arany raktárának erősítését. Igen, és ugye ember hátrányban már elég magabiztosan mozdulhat ki a TSM csapata a különböző célpontokra. Pop-up, Sneaky lehet bajban, jó a hangulám, jó a rugás, de Sneaky gyógyítás és villanásra kijuthat onnan Whitehurst-től, nem tankolja a tornyot, mert a Svenskeren csinálja. Jensen viszont egy-egyre fordítja a cserét, és meg lehet még Whitehurst-től is, jó a Balaton, akinek de jön a párhuzamos valóság. Jensennek viszont van, és van kontrakce is, az a Kazix. Szerintem úgy törölgetni kell majd a pengéjéről a vért, mert akkorát vágott. Előre! Bjergsen a célpont, szép a feldobás. El kell kapni a Raynek, jön teleporta közben Hauncer is, de itt van Kontrax, Bjergsennek meg kell halnia. Nem tud kijutni, de végül meghalt. Kontrax még él! Hála a végső képességnek, Hauncer viszont túl fogja ezt élni. Túléli, és így, hogy a gyilkos el tekintetében 5-5 az állás, Jensen pedig még akár pofátlankodhatna a TSM középső tornya alá is, hogy ugye még egy kis sebzést kiosszon, vagy akár megpróbálkozhasson egy gyilkossággal, de ezt ugye nem teszi meg. A visszajátszásban pedig azt figyelhetjük meg, ahogy az előbb én nagyon hiányoltam Jensennek a teleportját, most érkezik, és Sneakyt nem lehet megmenteni, viszont így is bőven megéri a Cloud9 csapatának. Itt ugye el tud hozni Jensen egy gyilkosságot, majd utána Whitehurst-t is be lehet fejezni, köszönhetően annak, hogy Kontrax-szal találja magát szembe. A középső ösvény felé pedig Ray érkezik szintén teleporttal, Björzen pedig nagyon-nagyon messze van a biztonságot jelentő tornyától, és ugyan Hauncer is megpróbálta menteni a menthetőt, és válaszolni egy teleporttal. Az meg lehet, nem? Milyen életerőkön élték túl? Hát ez eléggé kemény volt. Tudod, mi van eddig? Én nagyon szurkolok Raynek, hogy jól menjen neki ez a mérkőzés, és el tudja hozni sok támogatást a mérkőzésen, hogy lehet, tele lehessen támogatásokkal. Tudod te, hogy miért? Mindenki tudja. Igen, amit ti nem láthattatok, mi viszont jót vidultunk rajta, majd mindjárt egyébként. Az, hogy ugye még egy támogatással gazdagodott Rék lejjelmékezben. Igazi elalakban próbált eljutni Svenskeren, arrébb rúgta, de ki lesz, aki belehal? Svenskeren lesz, aki belehal, és hátul pedig Hauncer sem bírja a sebzést Réjjel. Valaki vigye el a gyilkosságot, Léci, nem, még Ré sem viszi el a gyilkosságot. Villanás, jó, Kontrax, ott van, és támogatás Redden. Megkapta, újabb fekvőtámasz, viszont meghalt közben Kazix is, jöhet a Balaton. Whitehurst-nek be kéne fejezni, Sneaky megpróbál visszasebezni, az egyetlen lehetőség, Biofrostot be lehet fejezni, be tudja fejezni, nagyon szép volt. Whitehurst-től viszont már elhozza Sneaky skalpját, ezzel három ember halt meg mind a két oldalról, Buci pedig egy újabb tízessel gyarapodik. Hát, vagy éppen fogy, de Jensen nem akarja még feladni ezt az üldözést. Hát, ez semmiképp sem érdemes. Azonnal villant, ha jól láttam, azzal érkezett. Whitehurst-től pedig. Az viszont egy execute lehet, nem! Nem! Wow! A Hextech Protoev Whitehurst-től utolsó másodpercet vette el az életéből. Betalált az még egyáltalán? Ütötte Jensen előtt? Szerintem egyébként igen, a visszajátszásban lehet látni, hogy Jensenre jön neki gyakorlatilag minden, viszont megérkezik Smoothie, az átalakítás tökéletes. Bizony. A visszafelé csapódó fegyvere pedig Jensennek még pont jó arra, hogy őt be lehessen fejezni. Ekközben Björzen is eltakarítja ugyan Smoothie-t, viszont Hauncer nagyon alacsony életerőn éli túl Ray-jel való találkozást. Björzenen megint ugye egy gyilkosság, viszont igen, itt látható, ahogy az alsó ösvényen Sneaky elcsúszkál, és ugye még utolsó élet erejével be tudja fejezni Biofrostot. Őt Whitehurst-től üti le. Na de most... Azt akartam mondani, hogy most figyeljük meg, hogy kap-e Jensen-től sebzést, de úgy tűnt, hogy nem, úgyhogy protoöves gyilkosságot láthattunk. Hát valahogy a rakéta végén megcsiklandozta igen, a sarkát igen, körülbelül. Igen, körülbelül. Nem, valószínűleg így volt, mert én nem emlékszem, hogy sebzés volna videóra. Nem, találkoztak. De erre nem tenném fel az életedet. Nem találkoztak. Hop, Whitehurst-től. Nem elég a sebzés. Ray, babám, senki nincs a közeledben sem. Már Kled sincs ott, életed sincs, te sem maradsz itt. Szerbusz.
Hát megy az adókapok ezen az ötödik mérkőzésen, nem lehetne azt mondani, hogy unalmas a mérkőzés. Most éppen ugye a második tornyán dolgozik a Cloud9 csapata, mert hogy már a középső ösvényen is sikerült dönteni ők egyet, erre viszont a TSM csapata a felső ösvényen tudott egyel válaszolni. Meg itt a buli, úgy tűnik, hogy eljött az éjszakai hangulat az idézők szurdokába, és habár azért náluk nincs olyan késő, nálunk ott azért eléggé délután van. Mi viszont azt gondolom, hogy bárki, aki ébren maradt ezért a mérkőzésért, és az úgy döntött, hogy megnézi az amerikai döntőt, nem csalódik ebben az ötödik mérkőzésben. Ez eddig egy igazi TSM Cloud9 döntő mérkőzés. Ezt vártuk, és nagyon örülök, hogy ezt kaptuk. Igen, nem kímélik egymást a csapatok, az elmondható. Viszont azért a sok gyilkosság, meg a sok esemény között, azért mégiscsak halkan meg kell jegyezni, hogy a két középső ösvényesen az egyiken három gyilkosság van, nevezetesen Jensenen, Björzenen pedig négy, akinek ugye már nem csak a morálon, ami könnye készült el, hanem Ligandri gyötrelmével is felvértezte magát. Az ő sebzése, az pokoli lesz. Akkor is, hogyha, sárkány nem. Akkor is igen, hogyha még pokoli sárkány nem érkezett az idézők szurdokába. Viszont emellett elég jól oszlanak el a gyilkosságok, én úgy gondolom. Egyszerűen nem tudok betelni a színes szófordulataiddal. Tehát annyira mindig fel kell dicsérnem, mert mindig újakkal jössz. Egyszerűen nagyon szép. Hát mondjuk sokkal jobb ez, amikor azt egy szót mondok el 225-ször, pedig azért kedves nézők tudhatják, hogy ez is bőven előfordul. Jaj, hát ez... Érted, tehát hányszor használod a mindennapi beszédben az igen szót, és mégse szól le senki, hogy szóismétlésről van szó. Úgyhogy... Jézusom, ne aggódj, minden rendben van. Jézusom. No, mivel a TSM és a Cloud9 kicsit abba hagyták az 1v1-et, ezért mi is csináltunk egy aprót. Mármint itt az Omen-en játszottunk egy... Nem, nyilván nem. A pokolia jó sárkány pedig ezúttal egy felhő lesz, amit most a Cloud9 fog elhozni valószínűleg. Mindeközben pedig igen, csak bünteti Hauncert. Már véged is van, mehet Kled, a vadon szavával megyünk előre. És milyen durva, hogy két végső képességet mondtam el. Whitehurtőnek meg kell halnia, de nem akar meghalni, ő még élni szeretne. Hát olyan fiatal még. Rayről leesik Skarl, vagy Skarl esik le Rayről, nem mindegy. Jensen befejezte hátul Biofrostot. Ezzel 2-0-ás csere a Cloud9-nál. Igen, és azt hiszem erre az Echo-ra vártunk. Már ugye a legutóbbi alkalommal is, aki bemegy, kiosztja a sebzését, majd utána dolga végeztével megnyomja az R betűt, és az időtöréssel elegánsan távozik. Igazán látványos volt Jensennek az előretörése. Egyébként már... Most nézzük csak meg. A visszajátszásban igen, azt láthatjuk, hogy még a Cloud9 csapata elhozza azt a sárkányt, addig Ray, hát félig meddig egyszemélyes hadseregként elhozza a Hauncert, ugyan Biofrost megpróbálná őt megmenteni, viszont a vadon szavával felerősített Ray utána bőven mehet előre. Sneaky-től is kijön az a végső képesség. Björzen pedig nem tudja annyira távol tartani a csapatát, és ugye nem tudja megölni végeredményében Sneaky-t. Nem tudom, mennyi életerővel élhette ezt túl. Egy 50-esnél nem lehetett több, de túlélte. A TSM csapata pedig két játékosát is elveszítette így. Annyira vártam, hogy befejezd, hogy mondasz, hogy nem tudtam élni a lehetőséggel, hogy elmondjam, hogy Smoothie elvitte a killt Ray-től, és aztán utána még Ray kapott még egy támogatást, szóval az már 5. Itt pedig lehet, hogy egy halált fog. Ez a Hexnek ultimátum a rákfenéje szegény Klednek. Egyszerűen alig tud onnan menekülni. Pontosan ez történik. Láthatjuk már háromszor, hogy megtörténik. Viszont nincs Svenskeren a közelben. A Cloud9 egy nagyon magabiztos... Nem, így nem annyira. De a baronnasort elkezdték, és talán ezt nem is biztos, hogy be kellett volna fejezni. Okos húzás volt mindenképpen, ugye azt már láthattuk többször, hogy a felső ösvényen is, amikor Hauncernek nem egyedül kell úgymond emberkednie, hanem ott van mellette Svenskeren, akkor tudja büntetni Ray-t. Viszont ezt most majdnem meg tudta büntetni a Cloud9 csapata egy baronnasor formájában. Ez ugyan nem valósult meg, de egy tornyot Sneaky így is elhozott a felső ösvényről. Erre viszont a TSM csapata most nagyon úgy tűnik, hogy kettővel válaszol, így egyenlít 3-3-ra tornyok tekintetében. Jól látom, háj nyomott egy kis szurkolást egykori társainak, hogy ő készen áll, és akkor a Cloud9 fog nyerni. Hát nem meglepő, hogy nem a TSM-et támogatja. Nem is értem, miről beszélsz. Hát én nem szólt. Egyébként lehet, hogy csinálni kéne folytott napot, hogy Cloud9 double lift, meg nem tudom, valami ilyesmit.
De mindenképpen szimpatikus, hogy Há is velünk izgulja végezt a mérkőzést, valószínűleg sajnos nem magyarul nézi a meccset. Bárha igen, akkor nagyon szépen megköszönjük a figyelmet neki, és elmondanám angolul, de magyarul kell, úgyhogy... Erre ne vegyél mérget. Arra viszont akár lehetne is, hogy ugye a fekete hasítóbárd az átalakítás után megint csak látható, hogy mennyire egy kifizetődő választás. A Cloudnine csapatánál három játékos is megvásárolta már ezt a tárgyat, és már a TSM-nél is. Oh, amikor a falhorog után megy az előre, hát mi történik itt, srácok? Jön a Hextech Ultimátum, Ray megint nem tud onnan kijönni, de hogy is nem, mert Kemil távozik onnan, így már ki tudsz jönni onnan. Jensen az időbanditával nem sebez eleget, onnan. Nem is egyébként elég hamar használta el az időtörését, talán még nem is kellett volna. Igazából a gyengik szétszórása találhatott volna rajta, és akkor befejezik. Azért időtört, mert pont érkezett. Jó. Úgyhogy így muszáj volt. Jó, kötelező hízek volt. Neked. Na, majd megnézzük. Hopp. Így hirtelen mindenki lebukott a TSM oldaláról. Egyébként biztos, hogy bár Jensennek a sebzése semmiképpen sem elhanyagolandó, ő azért tiszteli White Turtle-nek, Svenskerenek és Hauncernek is a sebzését, na meg hát amúgy sem fest rosszul. Egy zonya homokórája, még egy ekon sem, így nem meglepő, hogy a kereső karvértjét vásárolta már meg magának. Az egy nagyon jó kombináció, amikor Echo be tudja játszani a zonya homokórás trükket, ugye? Igen. Bedobja a párhuzamos valóságot, beúrik zonya, és akkor végső képesség. És akkor sziasztok, srácok, sebzés kijött, hát lehet meghalok, de mindenki fél életerőm van, vagy befejeztem. Ez egy nagyon jó kis kombináció. Persze azért a profiligában erre számítanak, tehát nem fogják négyen körbeállni a zonyából álló Echo-t, ebben biztos vagyok. Vagy majd meglátjuk. Hát, ha lesz ilyen, akkor Jensen GGVP. Igen, Hauncer viszont nagyon úgy tűnik, hogy nem a Titán Hidrát fogja megvásárolni. Ez ugye a Vampír Jogarból engedhet engem következtetni, mert ugye a Tiamat után ezt vásárolta meg. Az bátor. Hát igen. Akkor úgy tűnik, hogy ő menni fog és tolja az ösvényt, de nézd csak az ösvény ellenfelét. Ray is pontosan ugyanezt fogja csinálni. Aki már egyébként meg is vásárolta a vérszomjas hidrát. Pont ebben a pillanatban. Lemaradtam a sóról. Nem baj, te megkaptad, így most ez a tiéd volt. Hopp, a falhorogra kell menekülni a baronnasor támadás elől. Jó messzire futott Hauncer. A 27. percben járunk. Nem lehet beszélni még egy ezres aranykülönbségről sem, egyik csapat javára sem. Eléggé kiegyenlítettnek tűnik a mérkőzés. 3-3 tornyot hozott el mindkét csapat, 11-10 a gyilkosságok állása, és még sárkányban is 1-1-re állnak. Viszont ez most könnyen változhat, mert a következő felhő sárkányra, ami ugye 5 másodpercen belül érkezik, még egyik csapat sem nevez be. Felhő sárkányét nagy buli lehet. Kíváncsi vagyok rá, hogy valahol meg kell törni a jégnek, mert most beálltak erre a passzív piszkálgatjuk egymást, és néha lesebezzük a másikat játékra. Hopp, Svenskere lehet az első, aki... Így van, Jensen már megy is, jön Ray hűséges társával. Azonnal mellé ment a lekötözés, Sneakynek villannia kell, jó megváltás, viszont Sneakyt még életben tudják tartani. Jön ki onnan Jensen, megint ütjük egymást, megint nem hal meg senki a megváltás, a másik oldalt is megkapja. Ott van az elsősorban, szép az időtörés, Hauncer kapja a sebzés, jó a buborék börtön. Contracts nagyot kapott, de még él. Ray is túlélheti, Sneaky kicsúszik onnan. Egy óriási püfölés, mindenkit szétszed, és egyetlen egy ember hal meg. Na ebből látszik, hogy ez egy profi szintű játék. Igen, most viszont Jensen nagyon jól használta egyrészt ugye a végső képességét, másrészt pedig az onya homokóráját is, illetve hát az a kábítás, amivel ő ugye rendelkezik, az ebben a csapatharcban is kifizetődött már. Kétszer is el tudta használni, rögtön ugye azzal kezdeményeztek, vagy hát legalábbis zónázták a teljes TSM csapatát. A Balaton miatt ugye egy kicsit hátrébb kellett lépniük, viszont itt lehet látni, nagyon bátran megy be Jensen, de hát megteheti, igen, és az onya homokórája még elérhető nála, miközben ugye Hauncer három ember kapja el, a buborék börtön pedig igen jó, de végeredményében gyilkosságtól nem tudták megfosztani a Cloud9 csapatát. És ugyan nagyon sok villanás került elhasználásra, már legalábbis a Cloud9 csapatának oldaláról, viszont úgy tűnik, hogy ez nekik megérte, mert a gyilkosság után még egy felhősárkánnyal is gazdagodtak. Tudom, mi van, Eddie? A TSM félt. Meghalt Hauncer, nagyon kevés értelemben volt három Cloud9 játékos, és Sneaky ott volt az arcukban.
Smutinak nem volt végső képessége, lett volna lehetőség visszalépni, viszont ők inkább visszavonultak és nem mertek még egyszer kezdeményezni. Taktikus döntés mindenképpen, úgy gondolom, de egy-két gyilkosság talán még járulhatott volna hozzá. Közben pedig látjuk, hogy Whitehurst próbál egy kis farmot szerezni. És megy az őrszem párbaj tovább. Nem tudom egyébként, ezek a párhuzamos valóságok elég jól működnek Jensen-től, és ugye amit el is mondtam a visszajátszásban, hogy zónázásra nagyon jó volt, úgyhogy persze, hogy megjett a TSM csapatot, de én inkább azt mondanám, hogy rosszul helyezkedett. Mert ugye hátrafele nem nagyon mehettek, egyedül oldalra tudtak, oda pedig ugye jött Ray az előre képességével, úgyhogy igazándiból kezdeményezés szempontjából a Cloud9 csapata nagyon jó helyzetben van. Viszont sebzés szempontjából Björzen lehet jó helyzetben, mert harmadik tárgyán kint a Rabadon halásüvegét vásárolta meg. Így, hogy már sapka is van Björzenen, biztos nem fog megfázni. Viszont a TSM-nek is elég erős kezdeményezési potenciáljuk vannak, ugye Kemillel is lehet, Lissinnel is lehet, igazából mindenkivel, ha most így végignézem, nem is sorolom át. Mindenkinek bőven van kezdeményezési lehetősége, Kontrax megy előre, és azonnal a romlás lánca, de hát nem csak ő megy előre, hanem Ray is érkezik. Svenskere lehet bajban, Jensennek van kiútja, tudod-e használni? A vadon szava menti meg végül, jön Svenskerere a sebzés, teleport a hátunkba, Hauncer érkezhet, ott várja Sneaky és Smoothie is. Át kell alakítani, át igen, kell bizony, nagyon át kell, a másik oldalon Ray hal bele az abolátlan erőbe, Sneaky remekül zónázza a TSM-et, megint egy 1-0-ás sere, és megint kiment szinte minden. Igen, mindösszesen egy játékost veszített a Cloud9 csapata. Ugye még egy jó 35 másodpercig, viszont Smoothie-nak ilyen szempontból elévülhetetlen érdemei vannak amiatt, hogy Hauncer amint megérkezett, rögtön megkapta az átalakítást, a visszajátszásban pedig lehet jól látható, hogy Hauncerre az a nyilvessző, az jól talál, de hát Rayt nem lehetett megállítani. Jensen pedig egy gyakorlott Echo, aki ugye még meg is kapta a vadon szavát. A visszakezdeményezés pedig nagyon jó volt Hauncertől, és ez a forduló pont, mert ugyan Rayt el lehetett takarítani az abolátlan erővel, viszont annak köszönhetően, hogy ugye már Hauncer nem tudott egyrészt sem átmenni a falon, másrészt sem lekövetni a többi Cloud9 játékost, így ugye a végső képességét sem tudta elhasználni. A Cloud9 csapata végül elérte azt, hogy összességében csak egy embert veszítsenek. Nagyjából a legutóbbi három csapatharcra ez az igaz egyébként. Csak egy ember hal meg, csak egy ember, ugye egy ember halál a tragédia, ahogy mondják. Itt viszont Ray volt az, aki otthagyta a fogát, és hűséges társa otthagyta őt a bajban, mint mindig. Egyébként az a legérdekesebb, hogy Skarl talán a legtöbb sebzés szenvedi az közök szurdokában, és sose hal meg. Ő az atomtank, lehet, hogy le kéne venni róla Kledet, és csak Skarl jöjjön, nem is kell nekünk Kled verziója. Hát lehet, hogy egy kicsit megtört a bizadalma Raynek is a hátasában, nem véletlen, hogy a következő befejezett tárgya az majd az őrangyal lesz. Új barátot ugye választ magának, azt mondod? Hát? Isteni segítséghez fordul? Hát lehet benne valami egyébként. Még jó, hogy Xayah és Rakan nem biztos, hogy ezt fogja majd eszközölni az idézők szurdokában. Na de, majd bejönnek. Nézzük meg a mérkőzést. A 32. percben járunk, és ami fontos, véleményem szerint ez a barannasorra kialakított rálátás, amivel jelen pillanatban még a Cloud9 csapata rendelkezik, de amint ezt kimondom, a TSM játékosai éppen ezt próbálják ledolgozni, készedik az őrszemeket, így mondjuk egy, megint csak ugye egy gyilkosság után, de maga biztosan fordulhatnának ki erre a célpontra, ezt mondjuk megint csak elodázta Whitehurst-től, annak köszönhetően, hogy a romlás lánca nem talált embert. Nem, de most már hamar vissza fog költeni egyébként ez a képesség, nem biztos, hogy addig lesz csapatharc. Tudod, miért mondom ezt? Már lehet, hogy jobb, ha te mondod, nálad egyébként jobban működik. Kipróbáljuk? De az a baj, pont most mondtam el, hogy az elkövetkezendő percekben lehet, és utána baronnasor jöhet. Akkor ezt tornozzuk, ez nem történt meg. Nem történt meg. Francba.
Nem baj, várunk. Hopp, Jensen kap egy rugást, időtörés, és Svenskeren megzikóstolta Ekónak a sebzését. Biztos nagyon íz lett neki, viszont menekülni kell. Baronnal short set közben a Cloud9 emberek. Na most kezdődhet a buli, megy is előre azonnal Ray. Hauncennek villania kell, de bent tartja Ray-t a Hextech ultimátumban egy darabig. Jön a megváltás mind a két oldalról. Ray még bírja a villanást, tökéletes, de aztán vissza kell menni, hisz ott az őrangyal. Jensen tartja az első sort, Ray vissza fog térni az élők közé, de ott is marad-e a válasz? Nem. Az abolát merővel végül befejezték, és ő meg is halt, megint Ray-nek van vége. Kérdéses, hogy a villanás toboz kombináció szándékos volt-e egyébként, vagy csak egy mellékattintás eredményezte? Szerintem egyébként ő vissza akart jönni, mert ugyan ott volt a teljes Cloud9 gárdája, teleport. És Jensen érkezik meg teleporttal, az előbb még nem volt időtörése, most viszont ez már elérhető. Meg is Hauncer előre, Hauncer kapja a sebzést. Nincsenek végső képességek nagyon a TSM oldalán, ne felejtsük el, de egy még van, a romláslánca. Jensennek viszont megint van időtörése, elképesztő ez az Echo, ölhetetlen. Ha Jensen meg tudja nyomni a végső képességét, nem ölöd meg. És ha nem tudja megnyomni, akkor kap egy vadonszabát. Ami egyébként most nem elérhető, és majd a visszajátszásban megfigyelhetjük, hogy miért nem, mert hogy azt már elhasználta egyébként Smoothie Ray-re, Sneaky viszont nem vacakol, ő nem akarja megadni az időt a TSM csapatának, hogy hazatérjenek. Ő középső ösvényen tier 2-es tornyot hoz el szólóban. Szóló torony elhozás mindig nagy érdem, legalább akkor, mint egy Poppy végső képességgel megölni valakit. No de, a 35. Búci, ez a csábos mosoly. A visszajátszásban pedig azt figyelhetjük meg, hogy a Cloud9 csapata próbálja elhozni azt a baronnosot. Kezdeményeznek Hauncerre, aki viszont a Hextech ultimátumát hát egy ideig, óráig bent tartja, és itt lesz az megfigyelhető, hogy Ray ugye egyrészt elvillan, majd utána ez szerintem teljesen tudatos. Igen, volt. Tudatos itt volt. A TSM csapata arra vár, hogy az őrangyal leessen. Na mindegy, a lényeg annyi, hogy Björzen kihasználta az abolátlan erejét Ray-re, és ugyan Ray megkapta Smoothie-tól a vadonszavát, viszont ezzel sem szerzett elég tankosságot arra, hogy ez túlélje. Amiről pedig lemaradtunk, vagy hát éppen nem maradtunk le, az az, hogy a TSM csapata megszerzi a csapata második sárkányát, ami egy hegysárkány, és így könnyebb lesz a nagyértékű célpontokat elhoznia. Az biztos. Nem kényeztetett feltétlenül el minket a játék a sárkányokkal, viszont azért a Cloud9-nál az a kétfelű sárkány, főleg Rain-nek a futkorászását eléggé megerősíti. Hanyadik baronna sor ez, Edi? Ez a negyedik kezdés? Azt hiszem. Hát elhozatalra még nem történt sor. Nem bizony. De jön a TSM, és a Cloud9 nem követi el azt a hibát, amit ma már láthattunk. Inkább kifordulnak Hauncerre, aki viszont bajba lehet, jön a Hextech ultimátum, de hát miért tartod ott őket? Ők ott akarnak maradni, barátom. Ez volt a cél, kösz, hogy segítettél. Életerőd nincs, társaid még vannak. Újabb egyemberes halál, de most legalább nem csapatharc volt. Azt pedig nem talál ilyen. Igen, a TSM csapata pedig most nagyon nehéz helyzetben van olyan szempontból, hogy ugye emberhátrányuk van. És most nagyon meg kell gondolniuk minden lépésüket, miközben egyébként Randuin Omen-je készült el Hauncerrel, de talán ami ennél sokkal érdekesebb az Nightertle-nek a tárgy választása, aki ugye a hurikán és a letaszított király kardja után persze elkezdi a Malmortius bendőjét, viszont Ginzo düpengéjét választotta. Tudod, mi lesz a következő nagyobb fogásunk, Eddie? Csinálni fogunk Bucival egy interjút, hogy milyen öltönyben fekvőzni. Engem például nagyon érdekel, még sosem próbáltam. Közben pedig egy újabb baronna sor hívás, most már el sem tudom dönteni, hogy komolyan vegyük-e. Nem, megint nem hozza el a Cloud9, de teljesen egyértelmű, hova rohanjanak. Idejük, mint a tenger, végül is csak a döntőben vannak. Nem kell sietni, ráérünk. Irónia, viszont... Nem, hát tényleg ráérünk. Hát... Az biztos, hogy egyik csapat sem követhet el most már olyan nagy hibát, lévén, hogy a 38. percbe is beléptünk már. Itt minden egyes halál, minden egyes ellépés, akár a mérkőzés végét jelentheti, és ne legyenek kétségeink, egyik csapat sem szeretné elveszíteni ezt az utolsó mérkőzést. Így szerintem, ahogy telik, múlik az idő, egyre kevésbé fognak olyan dolgokkal rá vállalkozni, amit mondjuk a mérkőzés elején azért láthattunk. Úgy érted, hogy nem villannak be torony alá és ilyesmik? Például. Vagy azért, mert nincs torony,
vagy azért, mert nem akarják elveszíteni a mérkőzést, mind a kettő verzió lehetséges. Micsoda őrszem hálózat van a baronna sor körül. Oh-oh, Jensen, jön a dozer, a Cloudnine elindult, de nem érkeznek a pingek, nézd csak, most menjünk segíteni Jensennek, vagy menjünk középen, nem, a válasz Jensen érkezzen segítségbe. A TSM nincs ideális pozícióban, nincs, hiszen nincs. Több oldalról is bekeríthetik őket, de a Cloudnine sem vállalhatja túl magát, az előrét most használták el, így ők már csak hátra mozoghatnak. Így is van, Sneaky csinálja azt, amit egész mérkőzésen, a középső ösvényt nyomja előre. Ami egyébként érdekes lehet tárgyválasztás szempontjából az az, hogy Hauncer még most sem szeretne őrangyalt vásárolni, a kísértett kámzsát vette meg, hogy majd ugye szellemarcot vehessen belőle, viszont ettől függetlenül bátran kezdeményez. Így is van, és kapja a buborék börtönt, jöhetnek rá, nagy pont leesett a Kledről, illetve Scarról, remekül védi a csapat, Hauncerről leesik az őrangyal, viszont védi a csapata, így nem fog meghalni, de az abarát erő viszont befejezi kontrakcet, sújtás nélkül van a Cloud9, remek volt a végső képesség Jensenre, de a célpont Sneaky, a rúgás telibe kapja, Sneaky remeket villan és be tudja fejezni Svenskeren, gyönyörű játék, Sneaky még él, Whitehurtonnek is vége van, Hauncert kéne már csak leszedni, de ő is él, hátul befejeznek mindenkit közben a TSM-ből, csak Biofrost maradt és Hauncer, de nem fogja túlélni Biofrost sem, így is van, Jensen dominál a mérkőzésen, ahogy láthattuk. Remek játék Sneakytől, dacára annak, hogy meghalt, és a Cloud9 ezt perfektül játszotta meg. Igen, nagyon sok mindent áldoztak azért, hogy Sneakyt végül be tudják fejezni a TSM oldaláról, és hogyha sokszor lehetett hallani a TSM-et, akkor most a Let's Go Cloud9 is hadd szóljon. Kóci pedig kezd fáradni, úgy látom a visszajátszásban, hogy azt láthatjuk, ahogy Kledről leesik az őrangyal, ilyen szempontból jobb helyzetben lehetne a TSM csapata, a zabolátlan erő rögtön befejezi kontrakcot, tehát 5-4 elleni csapatharcot láthatunk. Hauncer és ugye Svenskeren is kezdeményez Sneakyre, viszont amíg Whitehurtől túlvállalja magát és próbál beérkezni, addig az arcába ugrik rögtön Jensen, Ray is. Jensen pedig az időtörését úgy tudja kihasználni, hogy teljes életerővel tér vissza a küzdelembe. Ez, ami nagyon sokat számított. És dodzsolt egy buborékbörtönt. Az is igaz. Utána kapott egy kifárasztást. Buci pedig 40 fekvőtámaszt kell lenyomnia egyszerre, ha jól látom. És minthogyha egy kicsit fájnának a kezei. Hát az igen, biztos. A merész vállalkozások. Ó, egyébként... Örülök, hogy nem emlékszel rá, hogy mit mondtam a 2-0-nál, hogy a Cloud9-nál mit csinálok, hogyha 3-2-re fordítanak. De én emlékszem rá, csak mondtad, az a jó, hogy nem mondtad ki. Amire azt mondtad, hogy nem túl merész vállalkozás. Hát úgy tűnik, hogy mégiscsak az volt. Az biztos, hogy most a labda az ő térfelükön pattog. Pedig Szindra a másik oldalon van. És egyébként ez is érdekes, hogy bár én az előbb kiemeltem, hogy Hauncer nem szeretne még mindig őröngyölt vásárolni, az előző csapatharcból éppen ő volt az, aki utolsóként életben maradt. Hopp, és hopp, még hopp, csak meg sem halt. És megmenti a vadon szava Sneakyt a zabolátlan erőtől. Zabolátlan erő, bucikám. No. A TSM viszont egyébként megint rossz pozícióban van, hiszen a Cloud9 csapata a középső ösvényről üthetne rajtuk, bár éled az ősi sárkány, erre most nem léphet ki a TSM. Dehogy is nem, Edi, nem mondj nekik semmit, hát ők a TSM, majd ők eldöntik, hogy mire léphetnek ki és mire nem. Teleport, előre, mindenki érkezik előre, egyenesen Svenskerenig, odáig jutottak. Jensen viszont ott van Hauncer a hátsó sorban, Jensen meghalt, időtörés nélkül halt meg, ami nagyon nagy baj a Cloud9-nak, Raynek is annyi, a Cloud9-nak ez könnyen a meccsébe kerülhet, ha most elveszítenek mindenkit, Smuti sem bírhatja tovább, a vadonszava nem volt elérhető, nem tudták megmenteni Jensent, megvan az ősi sárkány, megvan a hármas gyilkosság, és TSM, és ti, és igen, és base race indul, Sneaky és Contrax az egész TSM ellen, Sneaky és Contrax a világ ellen, mondhatjuk ezt is. De nem, TSM végül hazatér inkább. Illetve a mérkőzésben nem hiszem, hogy kerülhet, de már ki tudja. Mennek itt tovább? Nem, Sneaky az meghalhat, hogy Hauncer ellen, Contraxnek nem szabadna visszamennie, nem lesz elég a sebzés, Sneakynek vége van, Contrax is belehalhat ezen a ponton, a kék torony elfogyott, az inhibitort szedik alul közben, Contrax is meg fog halni, és a következő ember, aki érkezik a mérkőzésbe, a Smuti lesz, és hölgyeim és uraim, ledőlt az első Nexus torony, ledől a második Nexus védő torony, és ebben a pillanatban a Team Solo Mid csapata,
a 2017-es tavaszi szezon bajnoka, és Edi, azt kell, hogy mondjam, hogy egy kegyetlenül megérdemelt döntő végén, és örülök, hogy ezt kimondhattam. Hú! Kérlek, folytasd. Még várjunk egy kicsit szerintem. Hol a TSM? Nem, mint a hang. Micsoda érzések, amiket most tapasztalhatunk. És nézd meg, ahogy a TSM elvándorol. Hogy felkapták Bjergsen. Elvándorol addig a kupáig, meg még nézzük, hogy... És igen, mi nyertük meg a TSM, tehát még egyszer a 2017-es tavaszi szezon bajnoka, ahogy te is mondtad, Észak-Amerika királyai, és legalább még viszont megkaptuk az igazán izgis döntőt a végére. Ha már nem erre számítottunk az elején, de én, engem megvettek. Nagyon örülök, hogy sikerült egy jó meccset látnunk, és a Cloud9-nak is abszolút GG. Ó, Jensen. Rossz érzés lehet, hogy nem tudta elnyomni az időtörést az utolsó csapatharcban, és ezért egy olyan sebzés hordozó esett ki, ami ezt a képet eredményezi. Abszolút mértékben, és ugye lehet látni Reginaldot is, hogy mennyire örül. Hát na. És egyébként még vicceltünk is ezzel, hogy a mai mérkőzéseken, vagy ugye a top, vagy a bronz mérkőzésen, illetve ugye az aranyért folyó párharcokban is nem nagyon nyertek azok a csapatok, akiknél zászlók voltak. Aha. Nos, viszont ugye a TSM csapatánál volt kettő is, és még így is felül tudtak kerekedni a Cloud9 csapatán. Micsoda érzelmek. Te is érzed? Ezt a nézésedet fel fogom venni a közönségnek, esküszöm, mert ezt mindenkinek látnia kell. Svenskeren pedig, mintha könnyeivel küzdene egy kicsit. Mindenképpen jól látom. A Cloud9-nál szintén hasonló szituáció van, bár gondolom, hogy más okokból. Mármint, hogy a könnyeikkel küzdenek, én úgy érzem. Eléggé sírósnak. Wenger out! Wenger out! Azt nem mondott komolyan! Ajó! Erre nem számítottam. Oké. Okay. A meccs után sikerült még engem is kiégetni. Csak azoknak a nézőknek, akik nem néznek focit, az Arsenal menedzsere már jó régóta Arsenal Wenger, és minden... Arsenal Wenger? Igen. Arzen. Nem, Arsenal Wenger. Jó. Ez a neve. Jó. Hivatalosan. Mindig ezek érkeznek, hogy Wenger out, és most már nem akarják ott, és az, hogy ez egy ilyen helyen is megjelenik, ráadásul Amerikában, zseniális. Tudod, mi a zseniális még? Te? Ó, Istenem. Túl vagyunk az észak-amerikai döntőn, ahol összességében a TSM csapata 3-2-re tudta felülmúlni a Cloud9 társaságát. Viszont én azt gondolom, hogy egy nagyon nagy dicséret illeti a Cloud9 csapatát is. Nem múlták igazándiból őket sokkal felül. Tényleg csak egy paraszt hajszálnyi választott el őket is az aranyéremtől. Viszont ez most a TSM csapatához került, és így összességében azt kell mondjam megérdemelten. Hát Bjergsen és a haverok. Ó, na. Volt idő, amikor a TSM-re ez igaz volt, hogy Bjergsen és a haverok, tény. De ez a TSM, ez most már nem csak Bjergsenen alapul. Ez már egy összerakott tím, egy sokkal összerakottabb csapat, mint 2-3 éve volt a TSM szerintem. Ez most itt remek volt, Hauncer teljesítménye is. Svenskeren, tehát igazából nem tudok gyenge pontot mondani a TSM-ből. Bjergsen nagyon jól játszik, nagyon erős középsősvényes, de most a csapat nélkül, gondoljunk csak a negyedik meccsre, ott azért nagyon csúnyán kivették a mérkőzésből. A TSM érdemei egyszerűen... Egynél az a tábla, Hunter, can you be my top? Mivel ti valószínűleg ezt még nem láttátok. Fantáziadús. No, viszont a TSM-nek az érdemeit nem vehetjük el tőlük. Azt gondolom, hogy 100%-ban megérdemelt volt ez a mérkőzés. Igen. Hogy meg tudták nyerni, és hát nyáron folytatni kell a menetelést. Igen, és egyébként ugye nagyon érdekes volt az, ahogy ugye az alapszakaszt is elkezdték. Tényleg ilyen döcögősen, kisebb-nagyobb problémákkal rögtön az első fordulóban vereséget szenvedtek. És kivert el őket?
Ki? A Cloud9. A Cloud9? A Cloud9. Kapásba kettő. Arra emlékeztem, hogy... Igen. Igen. De azt nem tudom, hogy ki volt. Na a mindegy, Cloud9. Akkor a Cloud9 csapata. Ez a Cloud9. Viszont nem igen, ez a... ahogy folyt tovább a szezon, úgy jöttek bele ők is egyre inkább a játékba. Ez mondjuk annyira például pont az ellenfelükről nem volt elmondható, mert ők meg éppen a szezon elején kezdték el, vagy kapták el nagyon jól a fonalat, és a szezon középső részében egy kicsit kiengedtek. Ezzel szemben ugye, ahogy már az előbb említettem, a TSM egyre jobb és jobb lett. Bizony. És végeredményében itt vasárnap felértek a csúcsra. Mindenképpen igazad van. És egyébként szerintem egy nagyon sok amerikai mérkőzést láttunk, és közvetítettünk is le együtt, és úgy gondolom, hogy most már relevánsan tudunk ítélni a szezonról. Enyhén szóval másképp ülünk már itt, mint a második héten, az amikor biztos. Először bekerültünk ide. Azt gondolom, hogy nagyon izgalmas amerikai szezont láthattunk, de majd ezután ezt elmondom, csapatharc. Igen, az utolsó ugye, csapatharc. Amikor én ugye kijelentettem, hogy a TSM csapata nem kezdheti el ezt a sárkányt, akkor ugye még nem tudtam azt, hogy Jensen úgy fog meghalni, hogy az időtörését nem használja el, hogy Ray úgy fog meghalni, hogy igazándiból nem tudják megsegíteni. Nézd, áó. Igen. Fél életereje tűnt el azonnal. Igen. Fél életerőm volt, tehát talán épp hogy, nézd meg, tehát itt már halott, nem? Nem. Ott halt volna ott meg, halt. Megkapta Björzennek a sebzését, engem. Igen, nagyon nagyot kapott szegény, és konkrétan, ha jól láttam, kicsit beleremegett a keze abba a szituációba Jensennek, hogy ahogy így a hajához kapott, az idegességtől belerendült. Á, hát miért neked nem, te nem kaptál volna agyvérzést, amikor van egy időtörésed, amivel meg tudsz menekülni, van egy zonya homokórád, amivel meg tudsz menekülni, és nincs időd elnyomni egyiket se. Nem tudom, valahogy nem tudom átérezni az amerikai tavaszi szezon döntő hangulatot, mint játékos. Jó, hát... Tehát, hogy még ebben így nem kerültem, hogy ez milyen pszichológiai tehert jelenthet valakinek, de biztos, hogy érthető a remegés. Nézzük ezt a gyilkosságot, ez nem gyilkosság, ez az outplay, emlékszünk erre, ez együtt voltunk itt. Igen. Hát ez egy összefoglaló még a szériából. Szóval azt akartam mondani végül, hogy Hauntzer kapta egyébként a széria legjobb kitüntetését. Azt gondolom, hogy az első két mérkőzésén, amit leművelt, megérdemli. Tehát az nagyon durva volt, amit Kemille és Gragász végső képességek, igen, azok igen. Gyönyörűek voltak. Az utolsó meccsen is hozta a várhatót, voltak hibái, kinek nincsenek, ettől függetlenül abszolút megérdemli ezt a címet most. Nyerő ember volt itt is, mert azok a be- és illetve kimozgásai, amiket a csapatharcokban mutatott, igen. Az semmiképpen sem lebecsülendő. Ez is kellett ugye ahhoz, hogy a TSM csapata végül győzedelmeskedni tudjon. Illetve hát ugye az érdekes tárgyválasztásai. Én ugyanazt nem emeltem ki, hogy persze vérszomjas hidrát vesz egy Kemire, ami alapvetően jó, de minek vesz, amikor egy háromban van, tehát inkább tankosítani kellene. Nem, ő nem így döntött, de neki lett igaza. Végül. Szóval egy egész észak-amerikai szezon van a hátunk mögött, és úgy gondolom, hogy relevánsan tudunk értékelni most már róla. Szerintem ez egy nagyon jó szezon volt Amerikában. Tehát ahogy bekezdett a Cloud9, ahogy bekezdett a FlyQuest, és ahogy egyébként a Phoenix Sun kezdett, mert akkor még nem annyira voltak jók, akkor így nagyjából egy szinten raktam őket az Echo Fox-szal, mert így indítottak mind a ketten. Az egy nagyon erős Cloud9 érát sejtetett. Ugye Cloud9 és FlyQuest. Nagyon jól kezdtek, nagyon jól ment, és az Cloud9 érának a zuhanása ott kezdődött, amikor a FlyQuest-et elverte az Echo Fox 2-0-ra. Egy kemény supporttal. Ezt nem tudom kihangsúlyozni, ez egy akkora választás volt, hogy Kemille támogató és Swain felső ösvény, hogy zseniális. És onnantól kezdve a Cloud9-nak kicsit lefele ívelt a karrierje, és hogy átvette a TSM ezt a szerepkört hirtelen, hogy akkor megverünk mindenkit, és a visszavágókban már veretlenül tudott átmenetelni a TSM észak-amerikai játékosaikon, viszont nem volt egyhangú az tavaszi szezon. Nem, abszolút nem, és ugye ezzel vontuk sokszor párhuzamban Európát például, hogy amíg Észak-Amerikában gyakorlatilag megtörténhetett az úgymond lehetetlen is, és tényleg benne volt akár az is, hogy az utolsó vagy az utolsó előtti elverhessen egy élbolyba tartozó csapatot, ami miatt igazán izgalmas volt, és mindig húzhattak váratlant a csapatok. Most nem akarom fikázni például Európát, de ott nem sok esély volt arra adott esetben, hogy mondjuk egy Orihen bármilyen meccset is megnyerjem. Az a baj, hogy igaz és jogos. De nem erre akartam egyébként de nem, abszolút igazad van. Kiukadni a végén, hanem éppen arra, hogy Amerika
nagyon változatos volt, és ilyen szempontból végig izgalmas. Jó, igazából most a külföldi kollégák behelyezték a TSM-et konkrétan egy kis elemző asztalhoz, úgyhogy most szeretnénk meghallgatni, hogyha kaphatunk róla hangot. Like, I'm glad for him that he got it, and in terms of like impacting the finals, it didn't really matter that much. Like, I'd rather have first place in finals than MVP, so. Yep. So you did get first place in finals, so congratulations on an amazing game here. Svenskeren, it feels like you always get a playoff buff. That's been one of the stories with you. You've now become the first TSM jungler to win. Kicsit hosszabb lesz, mint ahogy gondoltuk, mire mindenkivel végigbeszélgetnek, úgyhogy akkor addigra mi pedig először is én, és szerintem te is szeretnénk megköszönni, hogy követtetek minket így az első szezonunkban, amit így együtt kaszterekként eltölthettünk, nekünk nagyon sok pozitív élményünk volt ezzel kapcsolatban, és köszönjük szépen mindenkinek a bíztatást és az építő jellegű kommenteket is, amiket kaptunk tőletek. Én személy szerint rengeteg szeretetet és motivációt kaptam abból, amit adtatok nekem, én nagyon-nagyon hálás vagyok ezért, és ne felejtsétek el, hogy nyáron is itt leszünk. Észak-Amerikát végig fogjátok végigkövetni, már elég komolyan benne leszünk, és úgy gondolom, hogy nagyon másképp tudunk már itt ülni tényleg, mint a harmadik héten. Úgyhogy köszönjük szépen. Igen, én is szeretném ilyen szempontból megköszönni azt, hogy végig néztétek, meg kibírtátok a kezdeti szánypróbálgatásainkat, illetve hát ilyen szempontból azért szeretném megköszönni a Magyar LoL TV stábjának is, bizony, akik belénk fektették a bizalmunkat. És a lehetőséget is, amit kaptunk. És igen, a lehetőséget, amit megkaptunk. Nagyon nagy dolog, én úgy gondolom. Már nekünk, hát nektek gondolom inkább szívás volt, de na, leszünk mi még jobbak is, ez biztos. És minden egyes rendezvényen, ahol ott voltunk, vagy bármilyen csetet, amit megkaptunk, ezt tényleg nagyon hálásak vagyunk, és ezért igazán éri meg ezt csinálni, hogy vannak, akik ennyire hisznek bennünk. És az, hogy a végén már kaptunk olyan kommenteket, hogy tipikusan észak-amerikai Eddie és Livius páros szeretnénk, ez minket egy kicsit megkönnyeztetett a szünetben. És ne felejtsük el, hogy nyári szezon előtt még van azért egy kis meglepetésünk nekünk, de hogy nekünk... Egy gyengébb, kisebb világbajnokság. Egy semmi mid-seasonal invitation, ami jövő héten el is indul, ahol mi is itt leszünk egyébként. MSI, méghozzá pénteken este 8-kor kezdjük az MSI-t, úgyhogy sehova sem menjetek, nagyon izgalmas mérkőzések lesznek majd. Mi biztos itt leszünk, a kollégáink biztos itt lesznek. Mi a tavaszi szezonra a Magyar LoL TV nevében köszönjük szépen, hogy velünk követtétek a szezont, mind az európait és az amerikait. Most pedig akkor egy kis időre elmennénk a szünetre, és visszaadnánk a TSM elemzői asztalnak a szót. Sziasztok! Sziasztok.